Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit! 1994. május 22-e, 27 évvel ezelőtt egy focikincs Bősről a második ligából a fehér kékben játszó hazaiak Molnár Zoltán, Isten nyugosztalja, és Csiba Alfréd vezetőedző kettős a csupa kékben érkező pozsonyi rendőrököt, tehát az SKP Pozsony csapatát fogadja, és ez a felvétel ugye 1994-ben a 93-94-es bajnokság 26. fordulójából Patasi Péter Árpádnak köszönhető, aki megőrizte az akkori Gól TV felvételét, a Patasi Árpi bácsi sokaknak ugye ismerős, hiszen már több mint fél évszázada, több mint 50 éve a Bősi foci szolgálatában, hát ő őrizte meg ezt a felvételt. Egyébként abban az évben, abban a bajnoki évben a Bős az 5. helyen végzett. A bősieknél a kapuban egyes Jankovics, Isten nyugosztalja, már nincs köztünk sajnos. A védelemben jobbról 4-es Tóth Ferenc, 3-assal a Varga Dezső, 11-essel Csifári István, 8-assal Ravasz Józsi, a középpásor jobbról 2-es Milos Szuhi, 5-ös az orosz vendégmunkás, a Spartak Moszkvától és a Dactól kölcsönbe érkezett Genyagyi Szalov, 7-essel Töki, Diós Patonyi karmester, Varga Tihamére becsületes neve, 10-essel Fejti, azaz a Csallóköznádasdi Öreg Mozgó Mészáros Zoli, és a csatársorban természetesen Győri Zsolt 9-essel és 6-ossal Brazil, aki most próbál meg szögletet kiharcolni, és Szabó Tibi, ő volt a csapat házi gól királya. A vendégeknél a kapuban Benko, a védelmet Zsingor irányítja, aki később 40 évesen játszott a harmadik ligában, a Somorjában is, ő egy 8-as, 5-ös Vagacs, 3-as Kanyicsár, 4-es Iván, 2-es Goga, 7-essel Zsiga, 11-essel Sisolák, Marcel Horki 6-ossal, és a csatársorban a gólvágó, az akkori gólkirály Richard Varagyin 9-essel és 8-essel Martin Jancsula, 19 éves volt akkor, akárcsak Marcel Horki, ugye Martin Jancsulának, a Tibor Jancsulának az öccse, aki később a Dacban is szerepelt, és alig telik el 3 perc, és jön Tóth Fece, aki Varga, illetve Szabó Tibi mögött a második legeredményesebb volt a csapatkapitány. Annak ellenére jobb hátvér és 18 méter, hatalmas szabadrúgás lövő Tóth Fece. Benko nagy nyugalommal nézte, pedig csak vagy 50 centivel, vagy 63-mal ment mellé. Zsingora kirúgással maradt tehát a 0-0, 3 perc telik el. És egy védelmi hiba! Varga és Ravasz egymásra vár, és Sisolák csap le a labdára. Hát itt már Jankovics sem tehetett volna semmit. Egyébként a védelemből ugye Tóth Fece említhető, mint gólvágó, ugye Szabó Tibi mögött és Győri Zsolt is akkoriban lövöldözte a gólokat, az eperjesi gólzsák. És hát Varga Dezsi pedig szintén a Dac kölcsöne volt akkor, akárcsak Szalom. Később érkezett majd egy idénnyel később a védelem dirigálására. Az a Cuszor Attila akkor, aki akkoriban még Vágsejjén légióskodott. Ez a bősi helyzet is elmúlik igazán gólveszélyes akció nélkül. Zsingora kirúgással, aki söprögetőt játszik, és mondom, 45 éves koráig aktívan futballozott a harmadik ligában. Goga. Győri nem nagyon támadja, nem is lehet a bedobót egyébként, Sisolát csúsztatja meg. Zsiga. Varagyin elől takarít Csifári. Győri elől kifejelik, de úgy fejeli ki Goga, hogy valójában a vállára fejelte rá.
így marad a labda a vendég katonáknál, akik egyébként ebben a bajnoki idényben 10. helyen végeztek. A bősiek az 5. helyen zártak, 30 meccsből 14 győzelem, 4 döntetlen és 12 vereség, és a gólarányuk 44-44 volt. Akkoriban a Bart fajtott az élvonalba. Nézzük a versenyfutást, nagyon gyors a brazil. Még ez a továbbítás is jó, azonban érkezik Zsiga, és kitakarítja Győri elől labdát. Martini Ancsula jött hátra, még mindig ő. Mészáros állította meg, jogos a szabadrúgás, Dobiás játékvezető, egy rutinos tapasztalt bíró, a bősi parkstadionban verőfényes májusi vasárnap, pünkösd vasárnap, mint egy 650 néző. Szabó kapott egy pakkot Kanicsártól, a bal hátvédtől, Tóth Feri a labda mögött. Vadacs, Horki, aki a Szlovanban és aztán Ligetfogos, sőt Nagyszombatban is játszott, később válogatottsági vitte, majd levezetésképpen Bacsfán, a sikeres bacsfai korszak alatt szerepelt a harmadik és a második ligában, ő 6-ossal játszik, ekkor még csak 19 éves volt, a szlovan nevelés, és szlovan kölcsön, akárcsak Martini Jancsula. A labda mögött Ivan, szervező középpályás, és eltalálja az egyszemélyes sorfalat. A sorfalaknak nagyon lehet nevezni. Csifárja át oda a labda elé, Sisolák, aki Pártfáról érkezett. Ezt a szabálytalanságot most elengedték, Varga Tihamér, óriási szóló. Még ez is jó, Mészáros. Alapja a távolságot, még mindig Mészáros, Varga gólezett! Óriási zicser, és sikerült fölé. Ketten oldották meg, Varga Tihamér általában előkészít, és most Mészáros fejtével egy parádés támadást, ketten oldották meg, 5 vendégvédővel szemben, ez gólt érdemelt volna, marad a 8. percben a 0-0. Benko csak ámult, nem sok mindent tehetett. Csifári, Győrit megelőzik, megint Csifári, Mészáros, Szalovnak nem jó, és Vargával szemben is szabálytalankodik Ivan, jöhetnek a bősiek, Tóth, Csifári, Ravasznak hagyják az öregnek, aki 34 éves volt, akkoriban Ravasz Józsi felső patanyi származású, jellegzetes bajuszos fekete. Hát most már lehet, hogy ősz, Józsi, még mindig játszik, kérem, 60 évesen a bősi öreg fiú csapatában. És Miros Szukit láthattuk egy pillanatra, kettessel, aki akkor érkezett Mária Tölgyesről, tehát a Dobnyicától. Zsingor. Marti Jancsula csúsztatná meg Sisolák felé, Szabó, Győri, Szuki, bocsánat, Szuki, és Vagacs takarított ki, Tóth Feri a bedobással, Szabó lökött, de Vagacs, illetve Horki előzékenyen ugye a földre huppant, az asszisztens nem vette meg ezt a műesést. Szabó próbál lefordulni Horkiról, majd hátulról buktatja, kifele jár a szabadrúgás a kékeknek, akik a Pozsony Hidegkuti, tehát a Drubrankai stadionban játszották a hazai meccseket. Egy takaros kis sportlétesítmény,
rendőrök pályája. Horky. Iván elől. Varga. Ráadásul Horky nem tudta megszelídíteni, így most már a bőség dobhatnak. Győri. Tóth. Bizonyul a beadás, és Mészáros. Újabb gólhelyzet. Hát Fejti ezt most befejelhette volna oda jobb alsó sarok tövéhez. Arra is mérte a bólintást. Tóth Fecer remekül vágta középre élesen. És Mészáros nem egy specialista etéren, mármint a fejelés terén. Ezt most megbizonyította, mert akár már 2-0-ra is vezethetne a 11. percben a bős. Varga, Szalov, Zsiga előzi meg, őt meg Tóth, és Tóth hagyja, dobhatnak a vendégek. Horky. Faragyin először ért labdához, a gólvágó, aki Urblíkkal és Szabó Tibivel versenyzett végül. 19 találattal lett gólkirály. Egy gyenge középcsapat kötelékében ez dupla bravúr. Zsingor. 32 méter. Jankovicsot ez nem lepheti meg. Hát így meg végképp nem, mert ez jó indulattal nevezhető csak lövési kísérletnek. Jankovics kirúgása. Varagyin lesen. Varga Dezső és Csifári jókor léptek ki. Varga. Dede, ugye Bece neve. Szintén a Dac kölcsöne volt a 93-as, 94-es szezonban, akkor 21 éves volt a Mihályfai származású kőkemény bek. Céltalan volt a felívelése, sem Győrinek, sem Szabónak nem volt jó. Sisolák, Varagyin. Ivan. Varagyinnak nem jó. Kirúgással folytatódhat. A 13. percben, tehát Bős, SKP egyelőre 0-0.